Itt egész fejezet beszél a gyümölcsöző tettek börtönéről. Ugye más szavakkal, amikor Bhagavad Gita-ban ezt fogalmazza Krishna, akkor mondja karma bandana, ugye ami gyümölcsöző tetteknek a egyik visszahatása, hogy megkötnek az embert, és ezáltal ember nem képes odaadó szolgálatot gyakorolni. Van többféle, ugye itt Srila Prabhupada a 9. fejezetet Bhagavad Gita-ból említi, ami szintén megerősíti egymást, ez a vers Bhagavad Gita-t, a Bhagavad Gita vers megerősíti ezt a verset, hogy az emberek, akik a gyümölcsöző tettekre, cselekedéshez ragaszkodnak, és hogyha valaki rituálékhoz ragaszkodnak, akkor ők elkerülhetnek mennyi bolygókra, de az ideglenes lesz, és utána vissza kell térni, és születni megint, és folytatni életül a halálig. A 7. fejezetben, Bhagavad Gita-ban Krishna nagyon csodálatosan kategorizálja mindenféle embereket, azokat két kategóriát, kétszer négyet csinálja, ossza fel, és megmagyarázza. Az első kategória, ugye, ahol Krishna mondja, hogy vannak négyféle típus, akik sose fognak kezdeni odaadó szolgálatot, sose fognak elkezdeni menedéket venni nála, és van négyféle ember, aki elkezdi. Ugye a Krishna előtte, Bhagavad Gita-ban, 7. fejezet elején tanítja, hogy hogy lehet látni őt, meditálni, hogy lehet. Ugye azt mondja, hogy prabhasmisás és szúrjajó, vagy rasoham abszokontéjá, hogy én vagyok víznek az íze, prabhasmisás és szúrjajó, én vagyok napnak, holdnak a fénye, és adja azt a nagyon egyszerű, könnyű meditációt, hogy hogy lehet kapcsolatba kerülni Krishnán. És ez a meditáció adja megértést, hogy Krishna minden, ugye ő a jó tulajdonságok, ugye az erős emberbe az erő, aki erényesen használja az erőt, ez is Krishna megnyilvánulása, ugye, akkor még hogyha valaki darmikusan nem életet, mint a gyereknémzé céljából, hogy létre világra hozni több baktát, mert ez is dharma, ugye ez is Krishna, azt mondja, ez is én vagyok. Szóval ezeket tanítja, aztán mondja, de nagyon sokan nem tudnak. Mégis ezután nem fordulnak hozzám. Miért? Mert illúzió hatás alá kerülnek tudatlanságba. Három kötőerő elfedi a tudatot, és emberek sose fognak neki meghódolni. És utána Krishna mondja, igen, mert az én anyagi energiám ő legyőzhetetlen. Daivi, híjese, gunamájú. Daivi, ez azt jelenti, hogy isteni energia. Ugyanakkor a másik szempontból daivi azt jelenti, hogy daiva, játszani. Ugye, hogy lelkek ide jöttek, és játszani homokozóba akarnak anyagi energiával, és akkor tessék, itt van, hozzá a vödröcskét, lapátot, ő lehet játszani. Annak persze van a következménye ilyen játékoknak, ez a daivi. De Krishna mondja, jó, de le lehet győzni, hogyha valaki már olyan prapadjante, aki meghódol, akkor az nagyon könnyen le fog győzni az anyagi energiát. És utána mondja, rögtön ezután, ez a 14. vers volt, és 15. versben rögtön mondja, de vannak, akik sose fognak ezt megcsinálni. Legalább ebben az életben. Észrevettétek, hogy vannak emberek, akik nem fognak, nem lehet semmit. Bármit mondasz, nem. Ugye, és akkor itt mondja, hogy namam duskritina mudha, hogy vannak duskriták. Van egy ilyen kategória ember. Ugye krita, ez a cselekvés jelenti. Dus, rossz. Ha mi egy duskritá fordítsunk, az azt jelenti, hogy a bűnös emberek, aki bűnös cselekvés végeznek. Namam duskritina, ezek az emberek nem hódolnak meg előttem, és utána sorolja fel. Mudha, akkor Naradama, Maya Pahrita és Asuram. Ugye, azt mondja, hogy
Na mam duskritono mutha prapadyanten radama maya pahrita gyana asuram bávam asrita. Ugye asuram, ugye azok, akik vették menedéket a bávánál, asritam, az aszurikus mentalitásnál. És itt erről van szó, ezekben a versekben ez a kategória is ide esik, aztán van másikféle kategória, amit mindjárt elmondom, de gondoltam, hogy kicsit átmehetünk részletesen, és akkor ott írok ezeket a... Mert nagyon érdekes, hogyan Krishna összehasonlítja azt a két kategóriát. Sokat tudjunk magunkról is érteni, és amikor mi például prédikáljunk embereknek, fogunk tudni, hogy kinek hogy kell prédikálni, és meg tudjunk állapítani, kibe van hit Krishnába, kibe nincs hit Krishnába. És ezek alapján meg tudjunk csinálni. Jó? Nem tudom, Lilasuk, apróban, hogy lesz a mikrofonoddal, mert megfordítjunk a táblát. Ups. Hogy csináljunk? Ide szépen lerakjuk. Akkor van négy kategória, akik duskrita írunk, lehet, hogy így írunk. Most nem tudom, ide vagy ide rakjam, ezben nem vagyok tiszta, ez duskrit. Jó, és akkor egyes lesz mudha. Ugye mudha, ki a mudha, ki tudja mondani róla? Tessék? Ostoba. Nagyon jó. Miért ostoba? Mert ilyen ember, ő az gondolja, hogy a boldogság azon múlik, hogy legyen nekem sok pénzem, legyen anyagi javaim, és csak ez a két kéz, ami nekem segít. Az igazság az, hogy nekem senki nem segít. Szoktak nektek utcán mondani emberek? Amikor mondasz, adjál egy kis adományt, azt mondja, miért? Miért én adjak adományt? Isten nekem nem segít. Ez, ami nálam látod, persze ilyen nagy aranyban, pont azok, akik már sérvet kapnak, gerincsér, ennyi arany van rajta, és akkor mondanak, hogy nekem Istenem, nekem ki segít? Amikor nekem kellett, nekem ki segített? Ezért én nem adom soha. Ez a mudha. Ő csak dolgozni akarja, és Prabhupát a magyarázatban ehhez a vershez pont mudháról mondja, hogy ő olyan, mint egy szamár. Mert szamár szereti kemény munkát, lelkiéletre már nincs idő, de szereti kemény munkát azért, hogy kis marék füvet kapjon. Mert szeret füvezni. Szóval ez a mudhá, ugye, mondjuk így ostoba vagy szamár. Aztán nem kell figyelni a helyes írásomat, ez most nem erről van szó ma. Akkor a második, Naradhama. Ugye, igen, Naradhama. Ugye ezek a személyek, ugye ezek akarnak dolgozni, ja, és Prabhupád mondja Naradhamákról, hogy ők sokszor szokták még néha filozofálni, csak ez a filozófia, amit ők szokták, szeretik néha beszélni filozofikus témákról, de általában ők csak zaklatnak más embereket ezzel a filozófiában. Akkor Naradhama, ezek az embereknek az alja, akik szintén élvezetre vágynak, és meg akarnak szabadulni a szenvedéstől, akkor harmadik, ez Maya Pahrita Gyana, lehet, hogy én csak így, Maya Pahrita. Majd Pahrita Gyana.
akiknek a tudás el van rabolva illúzióval. És Vishvanatha Chakravarti akkor ők róla beszél, hogy ezek azok a személyek, akik szintén akarnak jobban tenni az életet, és morális elveket akarnának követni, de a tudásuk, mivel duskriták, ezért a tudásuk el van rabolva illúzióval, és akkor ők belőlük lesznek a tudósok, akik kezdenek gondolni, hogy ez a világ Isten, és így tovább. Szóval így, ez a Mahayapaharita Gyána. És negyedik, ez az aszúrák. Ugye, a szúra, ugye a szúra, ez a szúrja. Azt jelenti, hogy tiszta, tiszta út. A szúra, ahol nincs fény. Ugye a szúrja, a szúra. Ez azt jelenti, hogy aki nem tiszta élvezetet szeret élvezni, nem tiszta úton szerzi az élvezetet. És a szúrák, ők, akik nem bírják elfogadni Istent, mint szemét. Hogy Isten, ő személytelen, ez a világ lehet Isten, vagy én vagyok Isten, mert pénz minden számít. Hogyha nekem van pénz, akkor én tudok uralkodni egész világon, akkor van hatalmam, és akkor ennyi. És akkor így lesz az aszura. Ugye, és a nekik a, ennek a négy kategóriának, ugye a duskrita, ez a fő a bűnös cselekvésnek a bankszámlája. És ezért ezek a személyek, habár szenvednek, gazdagságra vágynak, kíváncsiak, vagy tudásra vágynak, ugye ezek is tudást utána alakítják, pont ez a Mayavad tudást, a egyik se képes befogadni lelki témákat. Nekik ez nem működik, nincsen ilyen opció. És akkor mindjárt ezt meglátjunk, nincsen rongyunk, nem baj. Hogy? Ott van. Köszönöm szépen. Akkor így rövidre így őket letörőjünk, hogy körülbelül maradjon, mert írjunk a Sukritatta, ez a következő négy, ez a Sukriti. Van négy Sukriti. És akkor Krishna sorolja fel, hogy van árta, egyes, árta, akkor van ez a szenvedő, aki szenved, akkor van, hát van különböző felsorolás, de ide rakjunk árta, árthi, ez kettes, árta, árta, árthi. Ezek a személyek, akik a gazdagságra vágynak. És akkor nézzük meg, az árta, ez a személy, aki próbál élvezni anyagi életet, ugyanúgy, mint mudha, de eléri egy pontot, mikor kezd szenvedni, hogy nem működik. Ez se úgy, ahogy akarok, az se úgy, ahogy akarok, beteg leszek, problémák, és ekkor ő, mikor egy zsákutcába kerül, akkor kezd keresni egy utat, és mikor neki kap lehetőséget lelki útra, akkor ő elfogadja. Szóval ez pont a mudha, az, aki nem fogadja el sose, ő is vége szenvedés, de ő végig fog szenvedni, ő nem tud neki bármit mondani, lehet énekel Hare Krishnát, ő ezt nem fog bírni. De árta, ő elfogadja. Akkor árta, aki szeretne gazdagságot, ugye ez mint a Dhruva Maharaj, ugye ő gazdagságot akart elérni, vagy mennyi bolygókat, igen, ami most ebbe a versbe szólt, hogy vannak, akik akarnak bolygók, vagy mennyi bolygókra, itt is akarnak felszabadulni szenvedéstől, és egy jobb életet, csak itt Naradama akarja
anyagi módszerrel megoldani az életét, itt képes elfogadni lelki Krisnát, és akkor utána elindul a lelki gyakorlatok, ez az Artha-Arthi. Akkor vannak dzsigyászuk, három. Dzsigyászú, azok, akik, ők akarnak, ugye megint itt is akarnak valami elveket követni, de itt kitalálnak saját elveket, és akkor ledegradálnak, vagy fordítva egyáltalán nincs semmi elv. Ezek a személyek gondolják, hát kell, hogy legyen valami morális elv, valami etika, és ezeket érdekel, ez a kíváncsiság vezet őket Krisnához. Ugye, és a Baladev Vidyabhúsana magyarázza, hogy a Naim és a Rányának 60 ezer bölcs, ők ez a típus voltak, dzsigyászok voltak. Ők leültek és hallgatták, hogy akkor most mi a jó élet, miket kell csinálni, milyen kötelességet, és így tovább, és így tovább. És végül ugye képesek voltak hallani utána odaadó szolgálatról, a Suta Goswamitól. És a negyedik, ez a Gyáni. Ugye Gyáni, ez egy külön kategória, azok, akik, szóval itt pont van párhuzam, kettő között itt is, ugye, hogyha valaki Asura Asritám, aki Báva Masritám, aki a demonikus mentalitásnál vesznek menedéket aszurák, akkor ők pont az lesz, hogy Isten nincs, Isten nem tud mosolyogni, Isten nem... Hogy, pásztor fiú? Hát ez Krisnásuk. Tőletek ezt nem vártam. Olyan komolyannak néztek ki, jó dolgokat csináltok, ilyen szép templom, és a filozófia rosszabb, mint a gyerekes. Krisna tehén pásztor. Fuvalázni. Ő nem tud fuvalázni. Nincs más dolga Krisnának, mint fuvalázni. Egy komoly teremtő, fenntartó, és így ti ennyire emberi szintre lehozzátok Istent, ti lekorlátoztok Istent, te Isten káromok vagytok, ugye? És szóval itt ez fog történni. Isten nem tud lejönni, nem tud mosolyogni, és te vagy Isten, én vagyok Isten, vagy ő nem személy, ez a világ, ez az Isten. Itt hasonló, picit, és akkor hát ezek lesznek ilyen ezoterikusok, akik energiákkal, mindennel foglalkozni fogják, mikor bejönnek ide, akkor igen, vibráció, pont azon a virágon, ott érzem itt az egész univerzum, itt ráramlik, érzem, gyűjtem, azért jöttem Krisna vőbe, minden évben jövő, kedves Krisnásom, mert gyűjtöm a saktit, energiát, vibrációkat, és ilyen fények itt vannak, ami sehol más nincs, és én tényleg, én érzem, és kész. És akkor mondasz neki, ott van Isten, a személy Isten az oltáron, azt mondja, jó rezgés, igen, jó vibrációja, aha, és az a gyertya, ami ott van, az a lényeg ott az oltáron, ugye. Ez itt, ez a Maya Parita Gyan, amikor tovább nem ez a Duskrita. És ezért, amikor itt lehet látni, amikor emberek jönnek, és mi beszélünk velünk, akkor akik nem bírják, nem tudjuk nekik átadni, vagy megtörni ezt a kis betonfalat, azok Duskriták, és nem fogunk tudni nekik ezt megcsinálni. Mert nincsen kapacitásuk, nincsen szukriti gyűjteménye. Akinek van szukriti gyűjteménye, annak csak egy szikra kell, és akkor minden fog rögtön, igen, Isten, és személy, és lélekvándorlás, és akkor minden fog, úgy mondjuk, falni, amit nekik meséljünk. Akkor hogy lehet, mindjárt gondolkozók, igen, Gyánik, hát, hogyha még mielőtt tovább megyek a Shraddha dologra, még egy kis kategorizálást csinálok, hogy ez az első három, akik el tudnak jönni odaadó szolgálathoz, ez minden cselekvéssel van kapcsolatban, ez úgy hívják, hogy karma misra bhakti. Mert ők a cselekvésnek a valamilyenféle
cselekvés vezet őket, és az dominál, ugye például egyik nem akar szenvedni, és valamit akar csinálni, és akkor Istent lehet szolgálni, ez akarja a gazdagságot, akkor ő is valamit fog csinálni, mert ez a fő motiváció ennek nem szenvedni gazdagság, ez kíváncsiság, valami morális elvek, hogy legyen valami rendes, nemes ember. Ez karma misra bhakti, ugye mit jelent, hogy misra bhakti, ki tud mondani? Hogy? Kevert. Kevert, igen. Mennyire? Milyen arányba? A misra bhakti, például, hogy a karma misra bhaktit mondjuk, az amikor dominál a karma. Szóval azért akarok csinálni, hogy ne szenvedjek, azért jövök, azért énekelek Hare Krishna, hogy ne szenvedjek. Azért énekelek Hare Krishna, hogy bizniszen menjen jobban. És azért énekel Hare Krishna, mert akarok jó ember lenni. Itt ez a dominál. Amikor lefedi a karma a bhaktit, akkor ez misra bhakti. A kevala bhakti, ez akkor, amikor azért csinálok a karmát, cselekvést, hogy Krishna legyen elégedett. Ez már kevala bhakti. Szóval amikor ugye van a yoga, karma, gyána, ezek, amit fednek le a bhaktit, és hogyha azért mondja anyabilásításúnyám, gyána, karma, ádi, anavritam, hogy mondja Rupa Goszvámi, hogy az odaadó szolgálat, a tiszta, akkor tiszta, bhakti ruttama, amikor valaki használja nem gyána, karma, jogát, de úgy, hogy anavritam, hogy a célt, a motivációt ne fedjen le. Amikor már lefedte, akkor azért csinál, hogy egészséges legyek, azért, hogy gazdag legyek, meg legyek jó ember, az misra bhakti. Hogyha nem fedi el, mert nekünk kell karmát csinálni. Ugye például, aki főz Murtiknak, most rácsbogot kezd főzni, és neki a motiváció rád is sem legyen boldog, az kevala bhakti. Pedig karma, ez cselekvés, ez karma, ugye? Akkor gyána, tudás, mi használjunk tudást mindig, hogyha mi azért tudást használjunk, hogy mi legyünk okosak, ugye mondjuk a gyáni, akkor ez gyána misra bhakti lesz, ugye. Szóval így nézzünk az időt, nagyon jól haladunk. Igen, és ez egy külön, Krishna ugye ez a legjobb kategória, ugye a gyáni, akik ebbe kategóriába esnek. Na most nézzük meg, hogy lehet megállapítani, vagy megkülönböztetni, ide bejön valaki, vagy saját magunkba is, hogyha tükörbe odaállunk, és megkülönböztetni, hogy én most duskrita vagyok, vagy szukriti vagyok. Mi alapján lehet, van-e valakinek tippe? Az alapján lehet, hogy a sraddha alapján. Shraddha. Shraddha. Mit jelent, hogy shraddha? Hit. Jó. Tud-e valaki még bővebben mondani erről, és shraddha sem azt mondani, ki jaj. Van-e valakinek bőven? Igen, ez egy klasszikus fordítás. Mi sokszor ezen megállunk, a shraddha ez csak egy hitet jelent. De hogyha mi csak ennyit tudjunk, akkor nagyon nehéz dolgozni ezzel a kifejezéssel, a shraddha. Úr Csaitanya mit csinált a Gájába? Shraddhát végezte, ugye? És ez mit jelent? Miért ment? Mit csinált ott? Hogyha nem shraddha, hogy tudjuk mondani? Mit nyilvánította? Mit mutatta be? Vagy mit tette? Tiszteletet, ugye? Az ősatyáknak. Szóval a shraddha azt is jelenti, hogy tisztelet, vagy hit, mint egy bizalom, vagy tisztelet. És ezért ugye azok a személyek, akik már szukriti, de ők még nem olvasták sose sásztrát, nem találkoztak védikus írásokkal, semmi ilyesmivel, és bejönnek ide, akkor az alapján tudjunk megállapítani, hogy ők szukritik vagy duskritik, hogy nekik van shraddha. És nem ez, nem úgy, hogy azt mondja, hogy én hiszek, mert mindenki hisz, ugye, valamiben, hogyha én csak úgy, hanem van olyan nagy tisztelet.
amikor ő ide bejön, akkor látja, hogy tényleg itt van Isten. Amikor látja a könyvet, akkor nagyon nagy tisztelete van. Az a szukriti, ez a kapacitás tiszteletet automatikusan tisztelni lelki dolgokat, mert van ez a bizalom ebbe a folyamatba, könyvekbe, baktákba, hogy itt tényleg tudnak adni nekem Istent, vagy valami lelki dolgokat. És akkor ezért Sráda alapján lehet megállapítani. Ugye vannak, aki mikor duskriti jönnek, ugye a szukriti ide jön, akkor mondja, fú, igen, az, minden tisztelet mindenkinek, aki itt él, aki itt csinált. Jön a duskriti, mi van, még pénzt is kell adni? Hát, hogy néz ki? Mi? Ez egy templom? Káosz az egész. Tehenek vannak itt, egy primitív. Várjatok, számoljuk meg, mennyire rentábilis nektek itt a tehenészet. Hát ez tiszta a mínusz, hát ez... Hát ti mit gondoltok? Hát hogy lehet élni így? És akkor kezd így mondani. Igen. Mi ez? Bábuk vannak itt nálatok? Babáztok, krisnások? Ugye ez a duskrita. És neki nem lehet semmit mondani. A szukriti az oké. Okay. Akkor ott már csak meg kell állapítani, mennyi szukritia van, mert ott is attól függ, mert valakinek szukriti van, akkor ő már minden tisztel és nagyon szeret. De mondjuk ahhoz, hogy elkezdjen dzsapázni, már nem elég a szukritia. Szóval ez a bankszámla még kevés már neki. Akinek nagyon sok, az nagyon gyorsan lesz bakta. Szóval az azt jelenti, hogy akinek nincsen, azért Krisna mondja a 12. fejezetbe, hogy akkor halljál többet. Próbál hallani erről a tudásról. És teddi valamit, adományozzál, vagy valamit. Ugyanúgy, hogyha mi megnézünk most az egész világot, ugye nagyon ritka, amikor van Sráda és Szukriti, mert Srila Prabhupád mondja, hogy nagy rész, 99% a világi ember, ez a Naradama, akik akarnak felszabadulni a szenvedéstől és élvezni az életet, magasabb rendű életet élni, és ez a Duskriti kategória. De akkor mit csináljunk? Mert ő sose fog elfogadni odaadó szolgálatot. Mit kell csinálnunk? Akkor most lesz maraton, akkor ne is menjünk ki, hát duskriti van. Mindjárt mindenki fog mondani, a Bhakti Pál, te vagy a barátunk. Igen, pont mi is akartunk kitalálni, hogy nem menjünk maratonra. Köszi, gyere, hívjuk meg téged Rásbog ebédre. mi a megoldás? Prasadam. Jó. Nagyon jó. Ez jó. Nekik, őket le kell foglalni valamilyen szukriti cselekvésbe. És a Srila Prabhupád zseniálisan ezt tudta, ugye, amikor ő jött Amerikába, kik voltak ott, hippiebe voltak drogozva, részegen ott, amikor Prabhupád ment, baktákkal be a kis helységbe, ahol tartott a programot, ott bejárat előtt feküdt, részegen aludt egy hippie, és Prabhupád mondta, hozzátok be a leckébe. És akkor mondtak tanítványok, Prabhupád, hát hogy hozzunk be? Hát hogy be ott zárt területen, az ő lehelete miatt meg fogunk törni a szabályokat. De hozzátok be! És mondtak, de ő nem, alszik, nem hall semmit. Ő nem hall, a lélek hall, csak hozzátok be, hogy halljam. És akkor bevitték, hogy feküdt a fal alatt, és Prabhupád tartotta a leckét. Mert ő... Amikor ment és mondta, adta könyvet, kért adományt, akkor emberek így szukritit végeznek. Ugye ez a agyáta, amikor ember nem is tudja, hogy kinek segít, akkor szukriti. Főleg, amikor baktáknak valamit ad, és ez a felajánlás Krishna szolgálata lesz, ez úgy hívják bhakti unmukha szukriti. Ugye van sima szukriti, amikor kutatás, valaki fákat ültet, meg... megérteti szegényeket, kórházokat építi, de amikor valaki egy baktának segít, adományoz, akkor ez bhakti unmukha szukriti. És így kezd gyűlni nekik a számlájuk. A szukriti számla, és fognak változni. Ezért Prabhupád ezt találta ki, hogyha valaki nem tud énekelni, akkor adományozon, vegyen könyvet, valamilyen részt vegyen, vigyen kocsival baktát, bármi kis segítség,
jót szót mondjon baktának, hogy már csak köszönt valaki, még nem annyira a duskriti, hogy mi nem tud könyvet venni, de jót szót mondom, már tisztult. És akkor ebből majd lesz a szukriti. Ugye, mint a... Még 5 percben próbálok belerakni ezt a történetet. Aztán a kérdések Facebookon, meg minden másféle szoc hálózaton keresztül, hogyha lesznek. Mert egy jó történet, amit párszor meséltem, amikor Srila Prabhupád gondolta, hogy kicsit nagy baniba kell próbálni eladni könyveket, és New Yorkba besélt állt, észrevette egyik legdrágább ékszerboltot, nem, kozmetikai boltot, és ez egy leg-leg-leg ilyen gazdag embereknek szólt. Az a bolt előtt csak nagyon komoly autókat parkolták, és jöttek vásárlók, akinek ilyen krokodil táskák voltak, meg minden. Ezek voltak ottani vendégek. És egyszer csak reggel nyílik az ajtó, ott a pulton áll a főnök, a tulaj, és akkor látja, hogy jön egy Swamiji, indiai, ilyen kis ruhába, és akkor oda jön, és a pultnál ott voltak ilyen ugyanúgy székek, és akkor oda leült. Nézi, hát mi ez az öreg ember idejött, és akkor mondja neki, uram, miben tudok segíteni? Ezzel a hangulattal, hogy nem akarsz megfordulni és kisétálni? És Prabhupád mondja, igen, tud segíteni. Ő nekem tud segíteni. Pedig hogyan? Kinyitja a táskáját, kiveszi indiai nyomtatású Srimad Bhagavatamot. Én nem látom, de meséltek, hogy ez hogy nézett ki, indiai, amikor egy oldal sincs párhuzamosan a másikkal, szóval nagyon ilyen nem egy nemes nyomtatás volt, és akkor mondja Prabhupád neki, szeretnék, hogy áruljon a könyveimet. Uram, ez egy kozmetikai bolt, nem könyves bolt. Teljesen felrobbant az ember, hogy ezt nem várta, hogy valaki besétál, és nyugodtan mondja, árulja a könyveimet. Prabhupád mondja, én tudom, hogy ez nem az, de én akkor is szeretnék, hogy vásároljon, eladjon a könyveimet. Nem, semmiképp, semmi. És lett a Prabhupád nem megy. Akkor kell szukritit rögtön csinálni. Prabhupád mondja neki, kinyitja először a táskát, és kiveszi szamoszát. Kérsz? Mi ez? Ez Krishna prasát. Jó, és akkor kinyitott a fiókat, rakjon ide, berakta a fiókba. Ez nem ment be. Akkor utána Prabhupád mondja, jó van, oké, akkor adjon egy pohár vizet legalább. És akkor ő szolgálta tiszta baktát, egy pohár vizet, megitta, kész. Ezután már bevállalta. Annyi duskriti kitisztult, hogy utána mondta, jó rendben, hagyjon itt a könyveket, eladjunk. Másnap, reggel korán, a Prabhupád odajött, pont a nyitáskor, és a boltnak a kirakat mellett, így ment el, így, utána erre, és csak így sétált volt tízszer így. Mert próbálta nézni, hogy hogyan látszódnak a könyvek, és nem annyira tetszett. És akkor megint nyitja az ajtót, ugye ő megint volt az első vásárlóként, benyitja az ajtót, az ember látja, megint itt van ez az öreg ember, mit csinálják? És rögtön gondolta, jó, akkor én tegnap valahogy, ő átvette az egész uralkodó dominációt, és én minden megtettem, amit mond, de ma nem, ma én kezembe fogok tartani, nem engedem neki. És amikor még csak ült a Prabhupád, ő akkor mondta, ne haragudjon, de könyvek ott maradnak, ahol vannak, sehova egy centivel nem rakunk arrébb. Prabhupád ugyan nyugodtan tovább lép, semmi, és leül a helyére. És mondja, tudom, igen. És ott már volt a felesége. Akkor megint nyitja a táskát. Prasát. A feleségének tetszett, mert ő megkóstolta abból a szamoszból. Szeretem, kérünk szépen. És akkor megint megadta a feleségének, megbeszélték, végül kirakták összes könyvet a legjobb helyre. Aztán ő, ugye, szóval így működik a szukriti, hogyha valaki... Jó, hogy nem ad valaki, de nem kell mérges rá lenni, vagy nem szolgál Krisnán, nem fogadja el, de adjunk neki esélyt, egy kicsit valamit jó tenni Krisna iránt, akkor ember szukriti lesz. Ugye, mert ez a,
ember utána megvette az össze egész szettet, amikor már meg volt nyomtat, ki volt nyomtatva, és akkor, mikor járt templomba utána, és mondta, hogy én vagyok az első, aki a ti gurutoknak árulta a könyveket. Szóval első szankirtános. Jó, ennyi volt. Köszönjük szépen. Akkor, hogyha lesznek kérdések, majd menet közben. Köszönjük. Srimad Bhagavatam ki jaj. Srimad Bhagavad Gita ki jaj. Shishirad Hashyama Sundar ki jaj. Srila Prabhupada ki jaj. Nitai Gaura Premanand. Hari Bol. Gaura Bhaktavrinda ki jaj.